Egy-egy ilyen akció során mintegy 600 kg-nyi táp szokott összegyűlni a Herosz javára. Ez a menhely lakói számára egy-másfél hétig elegendő élelmet jelent. Ha valaki azonban azzal szeretne segíteni a menhelyi állatokon, hogy örökbe fogadja őket, az akció során találkozhat gazdira váró állatokkal is. Az a lényege, hogy itt nem egy ember ad egy nagy adományt, hanem mindenki egy kicsit, viszont abból annyi összegyűlik, amit a menhely már nagyon jól tud használni. A másik pedig, hogy ki tudjuk vinni a kutyákat, meg tudjuk őket mutatni. Szokott is egyébként egy-kettőnek gazdája lenni, de ha nem is ott rögtön találunk nekik gazdát, de ott találkozhatnak velük az emberek, utána kijönnek, megnézik, tehát egy ilyen szerepe is van ennek a napnak. A menhelyen jelenleg 190 gazdátlan kisállat várja, hogyha valaki nem is tudja örökbe fogadni, de egy-egy konzervvel, vitaminnal hozzájáruljon egészséges fejlődéséhez. Ha úgy döntenek, hogy akkor kilátogatnak a szóban forgó állatáruházhoz, akkor nem csak az ölemben látható Niának segíthetnek, hanem a többi kutyusnak is. Konzervekre, gyógyszerekre, bolhanyakörvekre, de pórázra és játékokra is szüksége lenne a menhely lakóinak. Aki segíteni szeretne, megteheti az akció keretében, szombaton 10 és 16 óra között.